Az Országos Magyar Vadászkamara szervezésében Mátrafüreden rendezték meg az idei hivatásos vadászok országos versenyét, ahol számtalan sokoldalú és kreatív versenyszám biztosította az indulók megmérettetését és szakmai felkészültségének fejlődését. Országos hivatásos vadászversenyt a Országos Magyar Vadászkamara most már több évtizede megrendezi, tehát megalakulása óta. Korábban 2 évenként történt meg ez az országos verseny. 2018-ban hozott a kamara elnöksége egy olyan döntés, hogy évente fogjuk megrendezni ezt a hivatásos vadászversenyt. Ennek a versenynek tavaly ugye a pandémia és a Covid-járvány okozta korlátozások, ezek akadályt jelentettek, nem került megrendezésre, úgyhogy ez a 2021-es verseny a tavalyi tervezett helyszínen, itt Mátrafüreden, az Erdészeti Szakkésző iskolában valósul meg. Tudni kell azt, hogy az országos hivatásos vadászversenyre minden megyének a válogató versenyein győztes hivatásos vadásza jelenik meg, ő képviseli a megyét, illetve indulási lehetőséget kap az előző évi versenyen dobogós helyezést elért 3 versenyző. Van egy váza ennek a versenynek, az országos versenynek, ami évről évre mondhatni ugyanaz. Van egy elméleti része, meg van egy gyakorlati része. Most már az elmúlt időszakban 2 napos a verseny, és akkor megpróbáljuk úgy megcsinálni területi szervek, hogy az egyik nap egy adott helyszínen mondjuk összekötjük az elméleti versenyszámokat, ez lehet egy tesztírás, interaktív teszt a lövészettel, most pedig a legutóbbi versenyen, illetve az idei versenyen is megpróbáltuk úgy, hogy az elméleti versenyszámtól elkülönítettük a lövészetet, és magát a lövészetet is a gyakorlati versenyhelyszínre visszük ki. Ez a 22-es lőálláson menjek itt a körpályán, sörétes lövészet a feladat. Meg van úgy bonyolítva, hogy 5 lőállásból lőnek a versenyzők 20 korongra, de a 20 koromból csak 10 lőhető, ugyanis van benne 10 védett faj. A védett fajt eltérő színű korong szimulálja, fehér színű a lőhető, az pedig narancssárga vagy fekete. Különböző szituációk vannak, rókaugrasztás kotorékból, itt ugye ugorhat róka is, illetve lehetne a kotorébe vadmacska is, teljes életszerű, vagy éppen a kutya ugrik a róka után, a kotorék kutya is, arra vigyázni kell. Van olyan szituáció, ahol varjú ugrasztás van fészekből, ott is a varjú nyilván elejthető, de ugyanakkor lehet a fészekbe bagoly vagy vércse, azokra vigyázni kell. Az érdekesség, teljesen ilyen szituációkat próbáltunk produkálni. Az van még a szabályban, amennyiben az adott lőálláson csak lövést is tesz a védett fajra, az a lőállás lenullázódik, hiába találta addig az összes korongot arról a lőállásról. Több más egyéb feladat van, akár szituációs is, ilyen például a vadászvendég kísérése, vagy például rendészeti feladatellátás. Ezek is hangsúlyosak, és ez mellett vannak felismerés feladatok. Itt az idén lőszerfelismerés, koponyafelismerés. Próbáltuk úgy a pontszámokat összehozni, hogy a vadvédelem, a vadgazdálkodás és a vadáztatás rész az nagyjából úgy egy hangsúlyt kapjon. Ez egy kapitális őszbok, ez egy alföldi, 677 g. Ugye ezt olyan 60 méterről bírálják a vadőrülök. Hát elég nehéz, ugye nem mozgatja a fejét, nem látni a csapállásokat, nincs test hozzá. Itt képezi a hivatalos vadász tudását. Ez egy középkorú bak, amit kimélendő, mert ez még 1-2 év múlva jóval nagyobb trófeát rakott volna. Ez pedig, hogyha úgy dönt a versenyző, hogy lőhető bak, akkor erre a bukó célra ad le kisfuskával egy lövést, mindig a sárga kis korongra, ha eltalálja, akkor ez átfordul, és ugye ha lőhetőnek bírálta az őzet, vagy éppen az elejtendő vadat, akkor erre kell leadja, ha találatként, akkor megkapja hozzá a pontszámát. Az, hogy itt lehetünk és ezt a 2 napot eltölthetjük gyakorlatilag tömény szakmai gyakorlattal, illetve elmélettel, ez mindenképpen nagyon előnyös a szakma számára. A kollégákkal eltöltött eszmecserék, azok pedig azt gondolom, hogy mindent felülmúlnak. Jön egy új hivatásos vadászgeneráció, akiknek Mindenképpen javasolnám ezt, hogy induljanak és jöjjenek, ne csak most képezzék magukat, hanem folyamatosan. Ez a szakma, ez holdig tanulásról szól. Az erdő megismeréséhez 3 ember élet, 3 hivatásos vadász élet is kevés, úgyhogy mindenkinek meleg szívvel javaslom. Elsősorban én úgy gondolom, hogy a hivatásos vadászoknak a megbecsültsége az talán az elmúlt években vagy évtizedekben nőtt. Nem beszélhetünk, én úgy gondolom, hatalmas nagy előrelépésről, mert maga a vadászat, vadgazdálkodás a társadalom részéről azért még nem teljesen elfogadott dolog. Az Országos Magyar Vadászkamara és a Magyar Vadászati Védegylet is rengeteget dolgozik azon, hogy népszerűsítse a vadászatot, a vadgazdálkodást, és az urbanizálódott városban élő néptömegek számára megismertesse ennek a szükségességét. A hivatásos vadászok, azok a magyar vadgazdálkodásnak a letéteményesei, gyakorlatilag rajtuk múlik az, hogy megfelelő színvonalon, magas szinten végezve a munkájukat, a magyar vadgazdálkodás hírnevét azt emeljék.